Magyarországi, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki fiataloknak szervezett többnapos találkozót az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Kisvárdán. A Szabolcs megyei X idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, illetve a település 3 határmenti elhelyezkedése miatt is választották helyszínül. Idén a korábban megszokott nyári tábor helyett egy úgynevezett Itthon Fiatalon Szülőföldön Akadémiát szerveztek. Egyrészt az X egy régi erőssége az, hogy a határon túli partnerszervezetekkel nagyon jobban van, korábban kötöttünk stratégiai megállapodás is velük, rengeteg közös rendezvény, fórum, vállalkozói találkozó áll a hátunk mögött. Ugyanakkor azt gondoltuk, hogy egy kicsit kötetlenebb formában, egy ilyen bulis nyári táborban, egy kicsit lazább kötelékekben is lehessünk együtt, ismerhessék meg az X tagok azokat a határon túli fiatalokat is, akikkel egyébként vezetői szinten, heti szinten együttműködünk az év során is. A többnapos rendezvény célja, hogy a résztvevő fiatalok tapasztalatot cseréljenek, és tanuljanak a határon túli partnerszervezetek pozitív példáiból. A délelőtti kerekasztal beszélgetés egyik vendége az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár volt, aki kiemelte, a kormány több kezdeményezésével is támogatja a fiatalok itthontartását, amelynek egyik jelentős része az Esély Otthon című lehetőség, amelyre már több mint 100 önkormányzat pályázott. Az Esély Otthon című felhívásunkkal egy ilyen 10 milliárdos keretet tudunk arra biztosítani a 3000 és 20 000 fő közötti önkormányzatok számára, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsanak az adott településen, a saját településükön. Ez a lehetőség, ez lehet egy önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújításával, majd azt az ingatlant a fiataloknak kell ingyen bérbe adniuk, vagy bármilyen programmal, pályázati lehetőségnek a fiatalok számára történő ismertetésével, vagy a hiányzó szakmákban történő elhelyezkedést is tudják ezen keresztül valamilyen formában biztosítani, ösztöndíjakat is tudnak a fiatalok számára ebből kifizetni. Délután nemzetpolitikai kerekasztalon vettek részt a fiatalok, amelyen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, a Magyar Közösség pártjának elnöke, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is felszólalt. A kerekasztalon elhangzott, egy olyan szemléletváltás történt az anyaországi támogatásokban, amely nagyban segíti a gazdasági fejlesztéseket a határon túli magyarok lakta területeken. A gazdaságfejlesztési programoknak az elindítása ezt egészen pontosan jelzi. Két évvel ezelőtt Vajdaságban indított el a magyar kormány, aztán Kárpátalján, most előkészületei már megtörténtek az új programnak Erdélyben és Szlovákiában, felvidéken rövidesen indul, és én ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert a felnövekvő nemzedékeknek nem elég annyit mondani, hogy legyél magyar és maradj otthon a szülőföldeden, mert olyan erős kihívások érik, olyan fontos célokat fogalmaznak meg a mai fiatalok, amelyek az identitás megőrzése mellett a megfelelő életkörülményeket, karrier lehetőséget, a jóléti társadalomnak az adottságait is feltételezik. Ilyen magyar kormányzati gazdaságfejlesztési program például a felvidéki Baross Gábor terv, vagy a kárpátaljai Egán Ede pályázatai.